Nagyon fontos, hogy a gyermekek sok gyümölcsöt, zöldséget, vitamint fogyasszanak. Ha lehet, reggelizzenek otthon. Az iskolában, óvodában szendvicset, gyümölcsöt és folyadékot is vigyenek magukkal. Az őszi időszak mindig nagyon megterhelő, akár az iskolás, akár az óvodás bölcsődés gyermekek számára. Ugyanis a megszokott otthoni környezethez képest az intézményi közösségekben teljesen más baktériumokkal, mikroflórákkal találkoznak. Az őszi időszak mindig nagyon megterhelő a gyerekek, akár az iskolás gyerekek, az óvodások és bölcsődések számára egyaránt, ugyanis otthon, az otthoni környezetben, táborokban teljesen más baktériumokkal, illetve más mikroflórával találkozik egy gyermek, mint az iskolába, óvodába, közösségbe bekerülve. Ezért az iskola, illetve óvoda kezdés előtti időszakban a nyár végén már érdemes a gyerekek szervezetét felkészíteni ezekre az apró megterhelésekre. Ilyenkor a nyáron könnyebb és egyszerűbb dolgunk van, hiszen multivitaminokat akár zöldségekben, gyümölcsökben találhatunk, amik a kertekben most teremnek, illetve a piacon nagyon könnyen be tudjuk őket szerezni. Ha a gyerekek nem rajonganak esetleg zöldségért, gyümölcsért, akkor rendelkezésre állnak olyan multivitamin készítmények, amiben a gyerekek számára minden szükséges ásványi anyag, nyomelem, illetve vitamin megtalálható. Ezek számtalan formában, nagyobbak számára tabletta, rágó tabletta formában, kisebb gyerekek számára pedig esetleg szirup, csepp, illetve nyalóka formában is megtalálhatók a gyógyszertárakban. 10 óraira szendvicset érdemes csomagolni. Magas a szénhidrát tartalma, így a gyermek szervezete jobban bírja a napi megterhelést, illetve kibírja ebédig, vagy amíg hazaér. Hogyha a gyermekünket nem tudjuk rávenni az otthoni reggelire, ami a legfontosabb táplálkozás lenne ugye a nap folyamán, akkor a 10 óraira mindenképpen olyan élelmiszert, szendvicset érdemes csomagolni, aminek magas a szénhidrát tartalma, hogy a szervezetük jobban bírja a napi megterhelést, illetve kibírják ebédig, vagy esetleg a délutánig, mert nagyon sok gyerek tudjuk, hogy nem szereti sajnos az iskolai óvodai kosztot, és csak azt teszi meg, amit otthon a szülő főz. Úgyhogy érdemes több kisebb adagban szendvicseket, rágcsálnivalót, kekszet csomagolni nekik, illetve zöldséget, gyümölcsöt, amit a szünetekben könnyen el tudnak fogyasztani. Kisebb gyermekeknél napi 1 liter, serdülő gyerekeknek másfél-két liter az ajánlott napi folyadékbevitel. A megfelelő folyadék az a víz lenne, hogyha az ízesítetthez ragaszkodunk, akkor természetesen cukormentes üdítőket javaslunk. Lehet teát is, hogyha nem cukorral ízesítik, hanem esetleg természetes édesítőszereket, xilitet vagy stíviát használnak a szülők, de a vizet is fel lehet dobni egy kis gyümölccsel, pár szem darabolt szilvát vagy málnát, meggyet beledobni, amit esetleg fagyasztott formában is meg lehet vásárolni, hogyha otthon nem áll rendelkezésre, vagy esetleg egy pár menta, levelet, citromot, narancsot beledobni egy kis vízbe, és akkor ennek már egy kicsit valamilyen kedvesebb íze van a gyerekek számára. Ugye az nagyon fontos, hogy már a kisebb gyermekeknek is napi 1 liter folyadék bevitel az nagyon ajánlott, a tinédzser, serdülőkorú gyermekeknek pedig másfél-két liter az ajánlott napi folyadék bevitelük, tehát ezt mindenképpen fontos, hogy az iskolában is pótolják, nem elég, hogyha csak reggel otthon isznak, illetve az iskolából, óvodából hazatérve. Erre nagyon oda kell figyelni, mondja a szakember, aki szólt arról is, mennyire fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeknek a hosszú és alapos kézmosást, kézfertőtlenítést is. Kisebb kiszerelésű kézfertőtlenítő gél, illatosított kézfertőtlenítő spray is legyen a gyerekeknél, ezeket könnyen tudják napközben is használni.